Sziasztok, üdvözletem innen! Somogy-Szentpál felső megállóhelyen mondjuk jelennek. Hát legyenek, így néz ki Somogy-Szentpál felső, ezért egy feltételes megállóhely, csak akkor áll meg a vonat, hogyha van le. Hogy felszálló, tehát leszállási szándékot a vonaton kell jelezni a személyzetnek, felszállási szándékot meg azzal, hogy itt állsz a megállóba. De ide ki is van írva. Hát itt van egy esőbe álló, és gyakorlatilag ennyi. És tovább. És ami miatt eljöttem ide, az... Hogyha már úgyis itt vagyok a belegbe, akkor megnézem itt a Kisperjés, illetve Marcalinál lévő rádiótornyot, ami az ország második legnagyobb teljesítmény adója, az valahol arrafele van, most pont nem látszik, de majd szerintem kimelyek a fák mögül fog. Én nem túl jó úton lehet idáig jönni, és ott van, amiért jöttem eddig. Ez bizony a Marcali, vagyis hát a Kisperjés, azt hiszem ez a hivatalos neve. Ennek a település résznek itt Marcali külterületén ez a neve. A rádiótól, ez egy 300 kW-os adó. Majd kicsit közelebb érges, akkor majd beszélek a történetéről is. Már egész közel a toronyhoz. Látszik a betáp is. Meg a talapzat. Ilyen, amennyire csak lehet, még közelebb fogok hozzá menni. Na és itt vagyunk már egész közel, hát közben sajnos föltámadt a szél, úgyhogy hát nem tudom, hogy forduljak, hogy ne legyen a videó szélzajos, de igen, akkor ráközelítünk. Aha, ott látszik a betáp, a kikötések. És bizony. Ez is úgy körülbelül 200 méter magas. Tudom, egyébként mondhatni a Solti adónak a kis testvére, mert gyakorlatilag ugyanaz a technika. Közelebb megyek, addig mesélek egy kicsit a történetéről. Tehát igazából azt hiszem 1986-ban avatták fel, és ezt 1985-ben kezdték építeni. És ez a Petőfi Rádiónak a fő adótornya volt, mikor elkészült. Jelenleg 300 kW-on üzemel, és az MR4-nek a nemzetiségi műsorát sugározza 1188 kHz-en. Korábban ugyan ezen a frekvencián a Petőfit adta, és 500 kW teljesítményű volt. Szóval a kiépítéskor 500 kW volt a teljesítménye. Hát most nem a névleges teljesítményé, hanem csak a töredékén 300 kW-on dolgozik, de hát az elég. Mert ugye az MRD nemzetiségi adását, ezt gyakorlatilag a Dunántúlon ezzel le lehet fedni ezzel az egy adóval. 1188-on szintén adja Szolnokon 150 kW-tal az ottani középhullámú torony. És hát igen, a Solti adónak a kis testvére, kisebb teljesítmény, kisebb magasság, de a technika ugyanaz. Valószínűleg egyébként ott abból az épületből vezérlik, és ott látszik a betápvezeték is. Hát elmegyek a kapuig, szerintem addig lehet menni, hogy körbe van kerítve. Tehát amennyire lehet, azért megközelítem, és megpróbálok még közelebbi képeket csinálni róla. Innen jobban látszik a tolajnak a teteje. Eddig lehet jönni, innen már elkeríte, és idáig vezet az út. Ennél közelebb nem lehet jönni, de innen már jól látszik minden. Vannak a betápvezetékek. Aha, és látjátok ott a fakerítést, ami közvetlenül a torony tövében van. Na, ott lehet, hogy működne az ívrádiózás. Ott annak a kerítésnek az a oszlopaihoz, vagy itt a fém csavarjaihoz rányomni. Fűszálat, az biztos működne. 300 kW az ilyen távolságból kevés ahhoz, hogy az ívrádiózás megcsinálja. De megpróbáljuk kulcssal is. Neoncső meg megint nincsen nálam, még esetleg azzal lehetne próbálkozni, hogy így feltartva a csövet tényleg világít-e. De szerintem már az szintén kevés ez a 300 kW. A Soltinál lehet, hogy a 2000 kW az elég lenne hozzá. Na.
próbálok úgy mutatni, hogy látszom, hogy jobbat megvenci a skála. De most teljesen kitekeltem 1600 kHz-ig. És valahol most vagyok 1188-on. Ebből a dolgból jött. És így gyakorlatilag bárhova tekerem, már ez egy elég gyenge szelektív társadalmi. És itt már a Kossuthnak kéne szólni. Most átkapcsoltam FM-re és semmi. Ezt nézzétek, semmi. Átkapcsolom a középhullámra. És végig ez jön. És akkor mi próbáljuk meg azt, hogy kihúzott antennával mit kezd az FM-mel, de semmit. Aztán valaki azt mondta, hogy az a teleszkóp antenna ez csak az FM-re jó, tehát középhullámra semmilyen hatással nincsen. Igazából egyébként tényleg. Akkor mutatom, hogy itt mi a helyzet, hát nem tudom, hogy a kamera mennyire hallja. De jelenleg például szól az MR4, de ha átváltok az 540-re, akkor már lehet a Kossuthot hallgatni, bár bezavar a vételbe. Most lesz szél van, de azért próbálom nagyjából felvenni, mi a helyzet. Mert most például mondja a vízállást a Kossuth rádión, de belevisít az MR4. Nem teljesen jó a vétel. Ez a sugárzási frekvencia. De nem tudom, mennyire hallatszik, de itt tisztáljon. És egyébként arrébb hangolva is. Álltunk 1350-re, mert ott is van adás. És ugyanez hallatszik ott is. De teljesen mindegy, hogy hova hangolom. Valamennyire lehet hallani a rádiót. De 540-en túl tudja kiabálni a Solti adó. És akkor, ha megnézzük most ezt a rádiót. Ez viszont teljesen mindegy, hova tekerem. Ugyanazt hallom. Itt kell jönni a Kossuthnak. Na, most valamennyire ma itt is vagy. Aha, de ezért éppen túl tudja kiabálni. Aha. Na itt hallatszik. Itt viszont átveszi az uralmat. Itt már abszolút túl kiabálja. FM-nél meg semmi. Akármerre forgatom, semmi. 6000 olyan kilométer között 5 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 600 méter. 366,4 és 300 kW az minden túl kiabál, abba is. Ugye kivéve azért a sokkal nagyobb teljesítménnyel sugárzó Soltit, ami egyébként annyira nincsen messze, mert hát egy olyan kb. 100 km mehet innen, így vonalban. Hát az
valószínűleg egy drágább rádióval is működne az, hogy gyakorlatilag mindenhol ezt lehet fogni, ahol egyébként nem sugároz más. Maximum esetleg egy-két még gyengében sugárzó adót be tudna fogni. De hát tényleg itt az autónőtől tömegében minden túl kiabál. De a Soltinál ugyanez volt, hogy az beigaz, mert ott mindent a környéken túl kiabált. Csak az jött. És az is érdekes, hogy ahogy az FM sávon sem fog be semmit. Se a Walkman, se a másik rádió. Szóval innen nincsen más, mint visszamenni Somogyszentpálra, aztán onnan még akkor vonattal vissza Balatonfenyvestre, bár még egy, be fogok még járni egy már megszüntetett mellékágát ennek a kis vasútnak. Úgyhogy akkor ennyi volt, sziasztok!